Medencés foglalkozások sokaságán vettek részt a gyerekek a DFJ-e vízilabdás nyári táborában. A több hetes kezdeményezést az Egyesület azzal a céllal hívta életre, hogy az idei évben is sportolási lehetőséget biztosítson a fiataloknak, ezzel a vízilabdát is népszerűsítve a gyerekek körében. Az akció részleteiről Gilik Aletta táborvezető oktatóval beszélgettünk. Azt mondta, több korcsoportban már közvetlenül a tanév vége után elkezdték a foglalkozásokat a gyerekekkel. Ahogy véget ért az iskola, június közepén, onnantól kezdtük, akkor volt az első heti táborunk, szépen fel volt építve, hogy melyik kettő kollégám volt a 6-10-es korosztállyal, én a kis vízilabda előkészítésekkel voltam, volt Enyingen és Sárbogárdon is táborunk, tehát több helyszínen van jelen a DFJ-e, és egy 6-7-es programmal készültünk itt a városba, be voltak osztva hetenként, hogy mikor, melyik turnusokat várjuk. Sárbogárdon 3 hét volt, Enyingen 2 hét volt, amire vártuk ugye a gyerekeket, különböző programokkal, amit ott a helyszín éppen adott nekünk. Az oktató úgy folytatta, vizes foglalkozások mellett a gyerekekkel edzettek szárazon is, illetve nem maradhattak el a kézműves foglalkozások, közös fagyizások, pizzázások sem. Abszolút egy ilyen sporttábort szerveztünk a gyerekeknek, ahol ugye minden nap úszásoktatás volt, minden héten volt vízilabdával való ismerkedés, minden héten voltak ügyességi feladatok, próbáltuk úgy csinálni, hogy ez nem kimondottan uszodai program, hanem ugye mentünk tornaterembe, mentünk fagyizni, volt pizzaparti, kézműveskedtünk, labdáztunk a vízbe, és ugye hát a fő rész az úszás oktatás volt, amit ugye a gyerekekkel egész évben is csinálunk, és ugye azok a gyerekek csatlakoztak hozzánk most nyáron, akikkel amúgy is dolgozunk, illetve rengeteg új gyerek jött hozzánk, akik reméljük, hogy szeptembertől is folytatják velünk a közös munkát. Gilik Aletta azt mondta, minden évben azt szeretnék, ha a tábor végén egyre több és több kisgyermek kapnak kedvet a vízilabdához, így folyamatosan várják azon fiatalok jelentkezését, akik kedvet kaptak ehhez a sportághoz. Mi nagyon várjuk minden új kis jelentkezőt, meg az összes meglévőt is. Ugye mi a Vízilabda Egyesületet képviseljük, minden olyan gyermeket, aki úszásoktatásra jár hozzánk, szeretettel várjuk a vízilabda előkészítő csoportjainkba. Ezeket általában ilyen augusztus vége, szeptember elején szoktuk kezdeni a szervezését. Hát a tapasztalat évről évre az, hogy érdeklődőek nagyon a gyerekek, a szülők is egyre fontosabbnak érzik a sportot, vagy azt, hogy megtanuljon a gyerek úszni, vagy akár egy program legyen ez nekik. Úgyhogy mi bízunk benne, hogy ez szeptembertől is így lesz, és hát nagyon várunk mindenkit. Úszásoktatásra és vízilabdára is. A leendő fiatal vízilabdázók számára folyamatosan nyitott a jelentkezés a DFJ-e kötelékébe. Mindezt szülői segítséggel az Egyesület hivatalos és közösségi oldalán tehetik meg az érdeklődők.